Igazából nem kellett nagyon sokat gondolkozni, hogy ki legyen az a díszvendég, az az exkluzív, ami egy kicsit nem kicsit, hanem az egésznek a savaborsát megadja. És egyből egy ember jutott eszemben, aki nem más, mint Rozsonis Tamás, szeretném a színpadra hívni. Rozsonis Tamás egy pályatársam, barátom, író, rádiós, a mobil rádió Budapestnek a főszerkesztője, de rock szakíró és a maga nemében páratlan, mert ezen a területen én szerintem egyedülálló Magyarországon, természetesen. És könyveket adott ki, utoljára a Schuster Lóránt kapta fa című regényét, önéletrajzát adta ki, de hobóval és hát és egyéb más zenekarokról és történetekről tud beszámolni személyesen, amit ebben a szakmában úgy érzem, szerintem pótolhatatlan és egyedülálló az ő munkássága. Rozsonis Tamás, az én barátom, és ez megtisztelő. Alaszi pedig az én barátom. De még mielőtt belevágnánk, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem, hogy a tegeződő is mehet, hiszen a rockzenében nincsen magázódás. Úgyhogy sziasztok! Jól érzitek magatokat? Remélem, hogy nem csak családtagok vannak itt. Nem! Szóval, amikor Laci engem erre felkért, hogy vegyek részt ezen a gálaműsoron, először meglepődtem, hiszen én a dobok mögött aktívannál nem nagyon szereplek, de hát természetesen, hogyha valaki egyszer dobos volt, akkor egész életében az marad. Úgyhogy, ahogy Laci írta, a próbák során az egyik levelében, hogy a világ legjobb helyén érezhetjük ma este magunkat, tehát egyik legjobb hely a dobok mögött, és ez így van. És hogy ez az egyik legjobb hely, a másik pedig az, hogy ilyen barátok közt. Mondjuk én tévét nem nézek már 15-20 éve, de tudom, hogy van egy ilyen sorozat. Viszont az, hogyha dobosok találkoznak, az biztos, hogy ilyen nagyon-nagyon baráti és jópofa beszélgetésekkel fajul. Ez a mai este is ilyen. Én nagyon jól érzem magam már eddig is, és köszönöm szépen Lacinak, hogy meghívott. Tényleg nagyon-nagyon megható és megtisztelő. És most pedig abban az élményben lesz részünk, hogy hallottátok már azt a zenekar nevet, hogy Moby Dick! Az igazi, az eredeti, amit Rozsonis Tamás fog előadni, egy Moby Dick dal, hallgassátok nagy-nagy szeretettel! És képzeljétek el, hogy amikor a Moby Dick megalakult, ez volt az egyik első saját szám, amit Jancsó Miki barátom írt, amit én most el fogok játszani nektek. Ez pedig a Pokor Rock. Amikor ebben a zenekarban először ténykedtem, akkor a Mentes Norbi még csak 7. és 13 éves volt. 13 éves, mutattak egy kazettát, nem hittem el, hogy ők játsszák, és amikor kiderült élőben, hogy de tényleg, akkor abban a pillanatban csatlakoztam. És szeretnék emlékezni azokra a zenészekre, akik már nem lehetnek köztünk. Nagyon-nagyon sokat tanultunk tőlük, és nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm például a Lövőről a Lézer együttes tagjait, hiszen tőlük is nagyon sokat tanultunk, és legyen ez az este tényleg az emlékezésé, meg a barátságé, és köszönöm, hogy itt lehetek köztetek. Megpróbálom ezt a Moby Dick-dalt elővezetni úgy, ahogy az kell. Yeah.
régen láttam már dobolni, és én láttam, hogy intenzitásban, erőben, lélekben, szívben, teljesen ott van, és lenyűgöző, ezt a dinamikát nagyon kevesen tudják, és mindig is ilyen fiatal kisrác volt, ugyanígy dobolt. Engem lenyűgözött akkor is, most is imádok. Képzeljétek el! Annak idején, amikor elkezdtem dobolni, Laci is köztem 3 év van, ő 3 éve nősebb nála. De annak idején, amikor az ember tínédzser, ez a 3 év nagyon soknak számít. Nekem ő volt a példaképem. Nagyon sokat tanultam tőle, nem csak dobolni, hanem azt, hogy kell öltözködni, hogy kell kinézni, hogy kell a laphoz hozzányúlni. Rengeteget beszélgettünk, rengeteget ettünk, ittunk együtt, cigisztünk jókat, együtt tanultunk Kovács Gyulánál, úgyhogy köszönöm Laci barátomnak, hogy meghívott. Nektek pedig további jó szórakozást. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Tomikám, köszönjük a produkciót, Isten életet.